Együttműködési megállapodást kötött a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem. A hivatal egy úgynevezett gyorsítósáv szolgáltatással lehetőséget ajánl az egyetemek és kutatóhelyek számára, amelyen megkönnyíthető annak eldöntése, hogy mely megoldásaik esetében érdemes elindulni a szabadalmi oltalomszerzés útján. Ezzel szeretnénk azt egy kicsit inspirálni, hogy ne rögtön publikáljanak mindent, hiszen a publikációval a szabadalmazhatóságot, az gyakorlatilag lerontják, hiszen akkor az már egy újdonságrontó dokumentum lesz, hanem egy kicsit változtassanak a szemléletmódjukon, és előbb tegyenek egy szabadalmi bejelentést. Nem kell szabadalmi ügyvőhöz elmenniük, hanem gyakorlatilag a publikációban leírt megoldást nyújtsák be szabadalmi bejelentésként. Mi vállaljuk, hogy gyorsan, 2 hónapon belül a legfontosabb követelményekről, szabadalmazhatósági feltételekről véleményt mondunk, adunk egy konzultációs lehetőséget, és ezt követően tudja eldönteni mind a kutató, mind az egyetem, hogy folytassa az eljárást, vagy esetleg megtegye a publikációt, mert mondjuk nem szabadalomképes a megoldás. Képzésben, kutatásban is van korábbi tapasztalatunk, van egy szakirányú továbbképzésünk az infokommunikációs szakjogász, ahol az STNH munkatársai rendszeres előadók és oktatnak. A másik pedig az, hogy erősíteni kell ezt a vonalat. A szellemi tulajdon, iparjogvédelem, szellemi oltalomhoz kapcsolódó joganyag, ez egyre jelentősebb, különösen a mesterséges intelligencia előretörésével kapcsolatosan, és az eddigiekben sajnos talán a kellő figyelmet nem kapta meg. Ez az együttműködési megállapodás szerintem azt a célt szolgálja, hogy helyére tegyük ezt a jogterületet és az abból fakadó egyetemi prioritásokat. Az együttműködés további célkitűzése a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismeretek terjesztése és oktatása, ami azért lényeges, mert az egyetem jelenleg közel 200 aktív szellemi termékkel és 190 megadott szabadalommal rendelkezik.